Kedves nézők, a mai háttérben egy könyvbemutatóra szeretnénk invitálni önöket. December 12-én kedden 16 óra 30 perckor kezdődik a könyvbemutató, de nem csak arról a könyvről, a Vaskesztyűről fogok beszélgetni a szerzővel, hanem korábbiakról is. Vendégem Bolda János. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szervusz, én is örülök, hogy itt lehetek. Ugye legutóbb, amikor mi beszélgettünk, az előző könyvednek a bemutatója volt, aminek szintén a Városháza díszterme volt a helyszíne, mint ahogy a mostaninak is lesz. Beszélgessünk egy kicsit először arról, egy kicsit a múltról, annak utóéletéről. Ugye mondtam neked itt a beszélgetés előtt, hogy nagyon szép címe van, csak mindig belebonyolódok. Vadászoknak, horgászoknak és normális embereknek való történetek. Ez volt a legutóbbi, ami kapcsán találkoztunk. Mi lett vele? Milyen lett az utóélete? Mi lett az utóélete a kötetnek? Igen, a címről szeretnék annyit mondani, hogy mindig is benne volt az irodalomképző figyelmeztetésekbe, oktatásokba, hogy a könyv címe legyen tömör, rövid és lényegre utaló. Ezt a kérdést ennél tömörebbre nem lehetett összefogni, összeszedni, így aztán a legtöbb helyen így szokott megjelenni, hogy vadászoknak, horgászoknak, pont. Pedig ott jövünk mi utána, normális emberek. Igen, lehet, hogy az lenne a lényegi rész benne, de hát azt mi is másolják el. Hát utóéletéről annyi, ami az egész élete tulajdonképpen, meg ami általában az ilyen magánkiadású novellás köteteknek a sorsa lehet, hogy hála az égnek anyagilag kifizette önmagát, megvalósult, és ameddig lehetett, meg ameddig volt rá kereslet, horgászboltokban, vadászboltokban, több megyében sikerült forgalmazni. Hát ma már ott tartok, hogy nem annyira az értékesítése a lényeg, van is még belőle. Mindenféle megalázkodás nélkül merem mondani, hogy olyan családi valutává minősült, mint a feleségemnek a birsalma sajtja, vagy a finom lekvárjai, és nagyon szívesen ajándékozom olyankor, hogyha új helyen, új alkalommal mutatkozunk meg. Azt gondolom, hogy az ilyen könyveknél, mint a te előző köteted is, talán még az eladási számoknál sokkal fontosabb az, hogy amikor itt Cegléden sétálsz, ügyeket intézel, találkozol emberekkel, akik a kezükbe vették, ők mit mondanak, emlékeznek erre? Szó van még róla? Téma még a könyv, vagy már várják a következőt? Hát igen, ez egy nagyon sajátos helyszín tulajdonképpen maga a város. Már attól kezdődően, amikor elkezdtem írni, írogatni, lehet még így fogalmazni, és az első írásaim megjelentek a Panoráma című kis folyóiratban, aztán majd más publikációkban is, és már akkor egy hatalmas élmény volt, és visszajelzési lehetőség, hogy tényleg ismerősként megállítva üdvözöltek, véleményezték, javaslatot tettek, de ennél még érdekesebb esetek is előfordultak. Volt olyan, hogy horgász barátommal a Körösnek a bal partján pecáztunk Szelevény magasságában, a jobb partra egy kecskeméti csapat táborozott be éjszakára harcsázni, és ilyen átkiabálós délutáni beszélgetés során közölték velem, hogy ja, akkor a te könyvedet lehet kapni a Kék Marlinban. De jobb közeg nem is lehetne rá, mint a tópa egyik partján, igen, másik partján. És vele, kedves nézőkkel is hadd osszam meg, neked már elmondtam itt a beszélgetés előtt, de büszke vagyok rá, hogy a te könyved, az, ami még a polcon van, Örkény novellái mellett, amit úgy felkapok, lehet olvasgatni belőle egy kicsit, és már megy is tovább az ember a következő dolgára. Na de akkor átérve arra a könyvre, ami már nem ilyen könnyen letehető és befejezhető, mert hogy a Vaskesztyű, amit most már itt is van az asztalunkon, és aminek a bemutatója jövő héten lesz, egy teljesen más stílus és egy teljesen más kötet lett. Kezdjük a történetével. Miért vágtál bele ekkora fába? Igen, nem volt egyszerű, éveken keresztül érlelődött maga a gondolat, hogy neki merek-e fogni egy regénynek. Nem is hinné az, aki nem vágott még bele semmilyen formába így irodalmi alkotásba, hogy mennyire beskatujázza saját magát az ember egy stílust képviselve. Én alapvetően novellista vagyok, a rövid történetek írója. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokszor a cselekményt kisebb ráutalásokkal, jelzőkkel, sejtetéssel
Én tudom, hogy az olvasó fogja tudni a folytatását annak a gondolatnak, és léphetünk tovább, nem kell oldalakat eltölteni azzal, hogy különféle jelzőkkel még dúsítsa, vagy megjelenítse az ember. És a végén egy jó csattanó, kész a történet. Na most egy regény megírás, akkor egy novellistának 5 soronként figyelmeztetni kell magát, hogy bővebben, mert ez nem novella. Végek közé kell rakni, még 200. Van idő, van hely, terjedelmesebben, igen. Ez volt tulajdonképpen a leglényegesebb probléma, amivel mindvégig küzdöttem. És az, hogy miért vágtam bele, hát általában mindenféle borda cselekménynek van egy humoros oldala, ahogyan kezdődik. Egyáltalán az is, amikor írni kezdtem el, az már önmagában egy jó tréfa volt, de tulajdonképpen ez a regény úgy indult el, hogy én 2015-ben a Királyok menedéke című novellás kötetben közreadtam egy elbeszélést, aminek a Lófogó a címe. Ez a történet tulajdonképpen egy Csongrád melletti Elős monostornak nevezett valamikori 11-13. Századi kolostoros templomnak a történetéhez kapcsolódik. És van egy nagyon kedves barátom, Horgász barátom, aki csongrádi származású, természetesen bírja ezt a könyvet, olvasta az elbeszélést számtalanszor, és mindegyik találkozásunkkor, együtt horgászáskor az egyik leglényegesebb kérdés, amit föltett nekem, nem az volt, hogy mire jön a süllő, hanem az, hogy de mikor folytatod már a Lófogót? És én mindig lezártam azzal, hogy ezen nincs mit folytatni. Befejeztem, meghaltak, kész, szépen elsírattuk őket, a szőlő rájuk folyt a fákra, meg mit tudom én, a tölgyfalon, lehulló tölgyfalon belepte őket, vége van. De valahogy ennyiszer megismételt kérdésként sikerült elültetni az agyamban, már-már kényszerképzetként, hogy tényleg lehetne ezt folytatni. Hogy lehetne folytatni? Nagyon nem szeretem azokat a történeteket, amikor ilyen kényszervarázs cilinderből előhúzott ötlettel újra fölélednek a szereplők, meg 180 fokos fordulat, meg nem is úgy volt. És mindenféle erőltetés nélkül sikerült egy olyan szállat találni, amivel 1241-től, tehát a tatárjárástól indulva tovább lehetett vezetni a történelmi szálat, és hát a benne élő szereplőknek az életét folytatni. Igen, és mivel a regény 4. Béla, 5. István és 4. László uralkodásának idején játszódik, az sem lehet, hogy az ember ráüt az asztalra, kitalál egy történetet, és akkor milyen szép regény kanyarodhat belőle, nyilván kutató munka. Igen. Kellett, hogy előzze. Nagyon sok kutató munkával jár. Ezt nem fáradtságként éltem meg, hozzáteszem. Sok idő, sok utánaolvasás. Tréfásan ilyenkor azt szoktam mondani, de ugyanekkor a fölkészülést igényel, hogyha egy történelmi elbeszélést is írok, vagy egyáltalán bárki annak merészel neki fogni, mert hiteltelen történelmi háttérrel a legromantikusabb regény szál is semmissé válik, értéktelenné válik, hogyha nem megfelelő akár földrajzilag, akár események szempontjából a benne élő, valóban ismert történelmi személyiségek, családok, nemesek, folytathatnám a használati eszközök, a tájnyelv, a beszéd, a nevek, hogy Árpád-kori, Kun, honfoglaláskori, nagyon nagy a különbség. Egy-két évszázad között, példának ennek a regény kapcsán, mikor beszélgettünk barátokkal róla, példának azt szoktam fölidézni a legrövidebben, tudom megmagyarázni ezt a kérdést, hogy a Morva-mezei csatára vonuló hadnak a hadtáp szekereit leírva, én nagyon szemléletesen írtam, hogy szekérderékkal hordták a füstölt szalonnát, és a többi kenyeret, stb. És úgy adta magát ez a régi szép szó, ugye, hogy sódar, hogy a füstölt sódart.
és már le is írtam, három oldalon odébb jártunk, de valami ott motoszkált hátul a kevés hajam alatt, és ám mondom, utána nézek ennek a sódarnak. Rá kellett jönnem arra, hogy a 17. században Magyarországra települt svábok hozták magukkal ezt a szóhasználatot a füstölt sonkára, tehát teljesen hiteltelen lett volna a 13. században ezt a szót használnom. És a szerzőt is hiteltelenné teszi, nem is csak a történetet, ahogy mondtad. Abban a pillanatban. Ilyenkor van ilyen, hogy történelmi lektorálás egyáltalán? Egy ilyen... Valójában a kiadónak van egy lektorálási lehetősége ebben az esetben. Én külön történelmi lektort nem kértem rá. Úgy érzem, hogy eléggé fölkészültem, eléggé sok helyről összeszedett információt párosítottam, illeszgettem, viszonyítottam össze ahhoz, hogy közülük a legelfogadhatóbb mentén vezessem tovább a dolgot. Nagyon nem volt egyszerű kérdés. Tulajdonképpen a legnagyobb része a történetnek Kun Lászlónak az uralkodása idején történik. Természetesen benne van Kun László édesapja, 5. Istvánnak az a nagyon rövid dicsősége, az a 2 éves uralkodása. Benne van előtte nagyapjának, 4. Bélának a tatárjárás utáni országépítő tevékenysége, de mégis ez a legnagyobb rész a Kun László idején történt. Csak Kun László életében a történetírók tollából és szempontjából, nézőszögéből annyi eltérés, annyi különbözőség van, hogy az ember azt se tudta, hogy hova kapja a fejét. Csupán az 1282-re datált hódi csatának az idejét is vitatják, 1280, 81, 82 között inog a léc, a hódi csatának a helyéről már nem is beszélve. A mai világban elsődlegesen Hódmezővásárhelyre gondol mindenki, hogyha hódmezei csatáról beszélünk, sőt már ott tartunk, hogy Hódtavi csatának apostrofálják ezt a csatát, és teljességgel, bocsássák meg a vásárhelyiek, teljességgel magukénak tudják. Azt hiszem a legtöbb kutatást ez vitte el a felkészülési időmből. Végül egy Zimmer Károly nevű hadtörténésznek 1927-ben írott közleményében sikerült megfelelően alátámasztott hiteles bizonyítékokkal leírt helyszínt találni, és ez bizony kiderült, hogy a mostani Temesvár-Lippa arat háromszögben elterülő részen volt egy Hód nevű árpádkori falu, ugyanis az események idején, 1282-ben Vásárhely még nem létezett. Vásárhely egy puszta volt. Nagyon jól tudom, mert az egyik főszereplő nemesi családnak a birtoka volt még hozzá pusztaként. Az jutott eszembe közben, hogy az előbb azt mondtad, hogy mivel te novellákat írtál, ezért kicsit nehéz volt neki fogni egy nagyobb lélegzetvételőnek, viszont ennyi kutatás után nem esik át az ember a ló túlsó felére, hogy annyira szeretnék most már mindent beletenni, amit a sok kutatás alatt nem tanultam, találtam, felfedeztem, hogy akkor a végén meg inkább a bőségzavara lesz, és nem is az, hogy hogyan legyen ebből több száz oldalas segény. Igen, engem nem csábított. Én látom, hogy ma a könyvpiacon vannak ennél majdnem kétszer nagyobb táblaméretű és kétszer vastagabb regények forgalomban, de megpróbálok közönséges szót nem használni rá, nem vagyok szópazarló, olyan értelemben, hogy semmiképpen nem akartam a magam okoskodását előtérbe helyezni, a szerzett információkkal nyomulni, azt megmutatni, hogy én mennyire értek most ehhez. A rengeteg információ ide vezet. Családban azt mondtam, mikor mesélek nekik ugye ilyenkor állandóan, hogy abba az időbe szakálba fűzött gyöngyöt hordtak a nemes urak, meg hogy azt ki kellett derítenem, hogy a kunok például a
tétényi országgyűlésen miért harcoltak a haj és a szakál viseletükért, azért, mert ők borotválkoztak, vagy azért, mert ők szakált akartak viselni. Ez sem volt egyértelmű a történeti írásokban. Tehát, és ilyenkor mindig azt mondják, hogy miért nem doktorálsz-e belőle? Szoroszorra ez jutott eszembe, igen. Per pillanat én is úgy érzem, hogy képes lennék rá. De telik az idő, jön az új felkészülés, más téma elfoglalja a fejem, és ilyenkor jön az, hogy még kimerem mondani azt, hogy 1290-ben, amikor meggyilkolták IV. Lászlót, ez nincs benne a regényben. Aztán két év múlva kimerem mondani, hogy a 13. század végén, amikor meggyilkolták Kun Lászlót, és azt hiszem, hogy egy pár év múlvai beszélgetéskor már csak azt mondom, hogy amikor meggyilkolták Kun Lászlót. Tehát fogy, végül is kiszitálódik az idővel ez az információ. De van minek kiszitálódnia. Viszont mindent ne lőjünk rá, ami majd a könyvbemutatón történik. Ugye kedden lesz 16 óra 30 perccel a könyvbemutató. Városháza díszterme, nagyon ragaszkodsz ez a helyszínhez, ugye második otthonod volt. Igen, ez valóban így van. A tényleg kötődöm a helyhez, tényleg. Hát 17 éven köt az önkormányzathoz, és nem szégyellem ennyi idő után sem kimondani, annak idején, amikor az önkormányzathoz kerültem dolgozni, az előző munkaköreimhez képest én úgy gondoltam, hogy ez egy ugródeszka lesz, egy átmeneti állapot, amíg jobbat nem találok, és egyszer csak rájöttem, hogy ennél jobbat nem tudnék találni. Ja, most visszatérsz majd kedden, meg lehet ismerni a könyvet, 16 óra 30 perc, Városháza díszterme, de még egy gondolat, ezt mindenképpen meg szerettem volna kérdezni. Legutóbbi találkozásunkkor beszéltél egy helytörténeti könyvről, ami szülőfaludhoz kapcsolódott, abból lettél valami. Abból a igen, ez úgy alakult, hogy 2016-ban akkori polgármestere a Csanyteleknek, a szülőfalumnak feltette nekem a kérdést, hogy ha már ennyire irodalmárkodok, hogy nem lenne kedven foglalkozni Csanyteleknek a helyneveivel, mondta így szó szerint, én otthon 68 évesen is Janika vagyok, vagy Borda Janika, hogy Janika, gondoljál bele, milyen szépek ezek a nevek, hogy síróhölgy, zsigerhát, vajhát, dilitor, hogy ezeknek a múltját, az érdekességét kikutatni. És én akkor nagyon határozottan nemet mondtam rá, mondtam, hogy Henrik, ez megenné az életemet, ez egy teljesség ezzel foglalkozni. És miután ilyen határozott választottam, egy hónap múlva megjelent az első fejezet, valamelyik helynévhez kötődően, már nem is emlékszem pontosan, talán a Csikójárással indítottuk, és hát így kerekedett belőle egy lektorát, ez egyébként tudományosan lektorát tanulmánykötet lett, a Falunk helyneveiről Csanytelek című, és hogy milyen utóélete lett ennek, azt azért szeretném elárulni. Ebben a könyvben is benne van. Nagyon-nagyon sok a szülőfalumból, anélkül, hogy tolakodnék vele az olvasó felé, de hát ugye egy cselekménynek van helyszíne, és nálam annyira természetesen adta magát, hogy a szülőföldem és az a táj egység legyen a legfőbb helyszín az eseményekhez. És inkább egy Ceglét nem nagyon lehetett volna. Még ahhoz is hozzá merek tenni egy gondolatot Ceglédről is, aki emlékszik régebben a megjelent kisebb novelláimra. Nagyon sokba foglalkoztam Ceglédnek a múltjával, helytörténetével. Sőt annyira, hogy éppen a múltkor egy beszélgetés során elárultam, hogyha dr. Kürti György, Gyuri nem fogott volna bele a Cegléd határjelei alapján a határpontoknak a meghatározásába. Ez nekem feltett szándékom volt Cegléd vonatkozásában, de miután egy teljes értékű munka született róla, így ebben nem vágtam bele, viszont kettő év múlva, 2025-ben lesz 950 éves az én falum. 1075-ben íródott oklevél említi először, és erre az alkalomra készülök arra, hogy ugyanígy az oklevélben fellelt határpontok alapján kvázi az Árpád-kori közigazgatási határait a szülőfalunnak meg tudjam rajzolni. Nagyon örülünk ez.
Hát szívből kívánok hozzá kitartást, meg időt legfőképpen, én azt gondolom. Hát kedre pedig azt kívánom, hogy sokan legyenek, és egy nagyon jó hangulatú beszélgetés, meg találkozó legyen ebből a könyvbemutatóból. Tehát Kedd, Városháza dísztermet, 16 óra 30 perc, Vaskesztyű, ezt a regényt ismerhetik meg, vagy legalábbis bele hallgathatnak, gondolom én. Igen, hát lesz természetesen a könyvbemutatók jellegéből adódóan lesznek jellemző részek kiemelve. Két nagyon kedves felolvasó barátom segítségével, és hát lesz egy beszélgető partnerem, akihez jó barátság fűz, aki nem annyira közismert a magyar irodalmi és kultúr életben, és mégis azt mondom, hogy nem szürke eminenciás, hanem nagyon is színes eminenciás ennek az életnek. Vele azt beszéltük meg, illetve ő azt mondta, hogy nem ad föl felkészítő kérdéseket, feleljek meg magamért a helyszínen. Teljesen értek vele. Izgalmas lesz, számomra legalábbis. Biztos vagyok benne, hogy a nézők számára, és köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgetettünk. Nagyon örülök én is, hogy itt lehettem. Várom, hogy a következő könyvnél is vendégünk legyél. Úgy a nézőknek legyen, pedig a figyelmet köszönöm. Viszontlátásra.